Üdvözlök mindenkit, Nekroklim vagyok, srácok! Eléggé nagy hír látott napvilágot az Antemmal kapcsolatban. Ugyanis a Kotaku, aki nem tudja, a Kotaku az egy ilyen online újság, mondhatni így. Minden ne foglalkoznak játékkal, filmmel, képregényekkel, cosplay, mi, mi, minden ott van. De az egyik hitelesebb forrás, Amúgy, ami azt illeti a iparban nem nagyon szoktak lacafacázni, és hogy mondjam, ilyen fék pontszámokat adni a játékoknak. Ha azt mondják, ha valami jó, az jó lesz, ha valami rossz, az rossz lesz. Na mindegy. A Godakumossága folytatott egy nyomozást az Antem fejlesztésével kapcsolatban, és hogy hol fordult, vagy tért le az útról ez az egész Anthem Project, és mitől lett az, ami lett, és miért e, miért ilyen hatalmas, hogy is mondjam, a adat körülötte, hogy mennyire rossz e, ez a játék. Egy nagyon-nagyon részletes report, nagyon részletes, riport, nagyon részletes a linkje a videó leírásában megtaláljátok, olvassátok el, hogy a teljes képet kapjátok meg róla. Én nagyjából össze fogom foglalni, hogy mi van e, Ebben a cikkben, hogy megértsük egy kicsit, és a BioWare természetesen ellen rögtön válaszolt is. <coughs> Na, szóval a Kotaku 19 ö, embert kérdezett meg ezzel a cikkkel kapcsolatban, fejlesztőket és volt fejlesztőket, ö, kérdezett meg róla, némelyiket névvel, némelyik név szerint, ugye, hogy ö, mi is folyt az Antem körül, és mi okozta ennek a Hatalmas potenciával rendelkező játéknak a, ezt a bukását. Mondhatni így. Néhány személyes gondolat, mielőtt belemegyünk a cikk egyes részleteibe, azt meg kell hagyni, hogy az Antem tényleg szarul indult neki, nagyon sok uh, hibája volt, és az egyik hiba a sok közül, az a tartalom hiánya. És amit most a Bajavér kétségbe esve, próbál mindenkit lenyugtatni, hogy jönni fog, és itt van a tartalom, és, 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 meglátjátok, hogy fasza lesz, szóval mindent megtesz abban, hogy ne tűnjenek fel túl rossz fényben, ne tűnjön fel túl rossz fényben ez a játék. És még egy kis apró személyes megjegyzés, remélem így is lesz, és remélem, hogy ez a játék sikerre fog jutni. Na, a Kotaku az interjúja, mint mondtam, link videó leírásában olvasni. lényegében, összefoglalva, ugye az elejétől kezdve, kiderült, tehát megint csak mondom, programozók, ott dolgozók által kiderült, hogy az Antem valójában nem is Antem lett volna név szerint, hanem egy Beyond nevezetű játék. Csak mivel ugye a nép, név már foglalva volt, ezért az utolsó pillanatban változtatták meg Antemre, és az Antem, mint maga a szó, nem is uh, jelképezte azt a valamit, amit ők akkoriban elkezdtek koncepcióként megcsinálni az Antemnek. Azért lett volna Beyond, mert uh, valószínűleg egy, uh, hogy is mondjam, nagyon ellenséges bolygón kellett volna túléljél, és ezekbe a ruhákba kellett volna kimenjél a, a biztonságos uh, túlélő övezetből, ahol az emberek voltak kimenni ebbe a nagyon ellenséges uh, bolygóra, tehát a, a beyond, hogy, hogy fordítják magyarul a, a, a beyond -ot? tehát a valamin túl, azt lehet mondani. Na, és ugye az utolsó pillanatban még az E3-as prezentáció előtt változtatták meg a címet Antemre, és úgy nézett ki, hogy ez némileg kavarodást és zavarodást is okozott a csapatnak, hogy mi a jó Isten lesz ebből az Antemmől. Ugyanis az a játék úton útfélen egészen 2018-ig elképesztően sokat változott. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat változott a játék, ami természetes egy játék folyamatában, hogy koncepciók születnek és koncepciók vesznek oda, is, és a többi. De ez, ahogy az Antem koncepciói születtek meg és kerültek kukába, az egyszerűen hihetetlen, tehát legalábbis, ha a cikket uh, olvassuk, egyszerűen hihetetlen. Szóval uh, az eredeti elképzelés például olyan is lett volna, hogy uh, a játékos kijön a bázisról, és kimegy ebbe, ebbe a világba, és az alapkoncepció az lett volna, hogy milyen sokáig tud túlélni, nem pedig egy looter shooterről beszélünk. Itt volt olyan koncepció, hogy nem is lett volna egy kóp hanem csak egy single player, hanem csak egy sima multiplayer. Aztán megszületett ugye ez, hogy akkor legyen egy ilyen survivor-szerű játék, hogy milyen sokáig tudsz ott kint túlélni. Akkor a végére ugye már 2015 környékére lett uh, belőle ez a looter shooter. Na most uh, rengeteg koncepció uh, mögött uh, más probléma is felmerült ám, amit a cikk uh, állít, hogy um, Elvesztették ugye a leglényegesebb embereiket, ez a csapat, elvesztették a vezérigazgatót, elvesztették a, a főírót, elvesztették leggeteg, a programozók, akik már ott voltak tizen éve, és ez nagyon-nagyon-nagyon rosszat tett a produkciónak. És az, hogy elvesztették a főírót, Gyakorlatilag akkor a fordulatot vett a játék, mert maguk, akik ott maradtak, nem tudtak mi, mit kezdeni a játék koncepciójával, és már nem is éreztek motivációt, hogy azzal a játékkal játszanak, amit uh, csinálnak. Mondhatni, hogy nem tett túl jót, állítólag ö, emberek annyira stresszesek voltak, annyira rosszul érezték magukat a bioware hogy hónapokat vettek ki betegszabadságra, amit az orvos írt fel nekik, mert hogy annyira ö, stresszes volt a munkakörnyezet, amiben dolgozniuk kellett, és hogy rengeteget dolgoztak is. Szóval ö, nagyjából így, így néz ki. Az Antem az elején nagyon-nagyon-nagyon sokáig zavarral küzdött. Tehát megint csak van, rengeteg ötlet merült fel, rengeteg nagyon jó koncepció, és mindazok mentek uh, a kukába is. Azért uh, egyrészt állítólag azért, mert, és megint csak ugye ezt mondták a programizók, mert a Frostbite Engine rengeteg korláttal rendelkezik. Ezt, tudj, ezt tudjuk is, tehát a Frostbite Engine nem looter, shooter, uh, third person játékokra uh, van, Csinálva. Az azért van, hogy egy FPS sútert csináljanak, és a BioWare nagyon megszenvedte az ezzel való uh, munkát. Egyszerűen rengeteg dolgot az alapról felépítve kellett beleépíteni a játékba, és amikor arra került a sor, hogy támogatást kapjanak a DICE-tól, vagy esetlegesen az ilyenek azon programozóitól, akik sokkal jobban otthon vannak a Frostbite Engine uh, apróságaiban, akkor nem kapták meg ezt a támogatást, hiába mentek és kértek. Az játékok mint a FIFA, aki ami szintén a Frostbite engine-el fut nagyobb uh, támogatást kaptak, mert hogy több pénzt hoztak be és ők uh, gyakorlatilag fejlesztők nélkül maradtak, illetve tanácsok nélkül maradtak arra, hogy hogyan fejlesztenek bizonyos dolgokat bele ebbe a játékba, és ez nagyon-nagyon meghatározta az, hogy mi került bele, és mi nem került bele végül, és ezért lett sok-sok koncepció elvágva, mert egyszerűen nem tudták, hogyan implementálni ö, a játékba. Ilyen volt például a repülés is, a repülés ö, nagyon sokszor belekerült, kikerült, belekerült, kikerült a játékba, amíg végül ö, úgy döntöttek, hogy bele rakják, és most már ugye kaptunk egy magyarázatot arra, hogy miért nincs tartalom az antenben egyszerűen azért, mert nem volt, aki, aki bele fantáziája, tehát nem volt nekik írójuk, nem tudtak mit csinálni, milyen játék tartalmat adni ebbe az egészbe, akkor próbáltak ötleteket meríteni az olyan játékokból, mint a Destiny, mivel hogy a Bungie ugye uh, tapasztalt csapatról van szó, és um, és ugye világvezetők abban, hogy csinálnak e jó kis looter-sútert, ez se igazán jött össze nekik, és például ugye megjegyezték azt, hogy a destiny milyen sok fegyverfajta van, és hogy milyen változatosak, és hát az Antenben nem igazán létezik ilyesmi, Uh, úgyhogy, ja, és azó, azóta se létezik, tehát például valamiért esé implementálták belőle, hogy kitaláljanak fantáziadús fegyvereket, de Én például egyet mindenképp beleimplementálnék, egy fokkal erősebb fegyvereket, tehát a fegyvereknek komoly buff kell, tehát szeretném azt érezni, hogy a fegyverekkel lehet lőni, és meg is holnak tőle a zenemik. Uh, szóval ez, ez alapvetően ez, ez, volt a nagyon nagy lényege. Természetesen voltak ott még uh, storik és, és ezt meg kell hagyni, tehát hogy olvassátok a kodakon nekem egy cikkét, uh, meg kell hagyni, hogy, hogy sok személyre szabott. Tehát a maguk a fejlesztőknek a személyes véleménye, van benne, hogy ők hogyan élték meg ezt, ennek a játéknak a fejlesztését, is. és nem nem egy pozitív, nagyon-nagyon sok buktaton ment keresztül ez a játék, és egy csoda, hogy uh, meg tudott jelenni igazából, mert hogy ugye az is kiderült, hogy a BioWare-nek a fejlesztő csapata az csak negyede, például, mint a bungie a Destiny 2-re állított fejlesztő csapata, csak negyede, szóval egyrészt le a kalappal, másrészt uh, Hát, bakker, akkor miért nem vártatok még két évet, és akkor jelentettétek volna meg ezt a játékot? Vagy hát nem tudom, akkor egyenesen nyomtátok volna a kukába, mert már ennyit nem ér az egész. De bu, személyes vélemény, én örülök, hogy megjelent. A játék még, hogyha ennyire gadi kis szegényke, reméljük a, a jövőben lesznek ötleteik, még hogyha szükség is van lopjanak, lopjanak ötleteket. Mindenhonnan lopjanak és programozzák meg, hogyha. E, tudják, és reméljük a jövőben az így több supportot fog adni a Bajovernek azon a téren, hogy az a Frostbite ten csinál, ami tényleg nem arra való, hogy ilyen kategóriai játékokat csináljuk, hogy egy kicsit um, több szupportot kapjanak, és így többet tudjanak dolgozni ezen az egészen. Na most ugye a BioWare helyből válaszolt is erre a, a cikkre, mert hogy ez azért mégiscsak a Kotaku rakta ki, és egy eléggé informatív és mélyre menő uh, információk, illetve valószínűleg tények vannak uh, ebbe a cikkbe. Mm, és csak az a probléma a BioWare válaszával, hogy egy nagyon-nagyon általános válasz, ami arról szól, hogy nagyon köszönjük mindenkinek, aki dolgozott ezen a játékon, és nélkülük nem jöhetett volna a létre, uh, továbbá a csapatunk hisz ebbe a játékba, és a csapatunk mindent megtesz, hogy ez nagyon jó legyen, tehát összefoglalva ez volt a bioware erre a válasz, természetesen egy ilyen kategóriai cikra, ami ilyen szinten leleplez dolgokat, nagyon nem is lehet mit válaszolni, csak az, hogy hej, srácok, no, mi mindent megteszünk a, a játékért, és hogy működjön a játék. Um, hát igen, valahol éreztük, éreztem, nem tudom, hogy hogy mondjam, minden bizonyt is hogy hogy a játék nagyon-nagyon nem stimmel vele valami, de és a BioWare nagyon-nagyon titokzatos vele kapcsolatban, nagyon próbálja oltani a tüzet, hogy hé, hey, igen, minden rendben, ez a játék működik, ez a játék jó lesz, ebben a játékban lesz tartalom, csak szépen lassan fog jönni. És ez itt a kérdés, hogy azóta, amióta megjelent a játék, me mennyi ötletet sikerült megvalósítaniuk, mennyi ötletet sikerült beleprogramozniuk ezekből az ötletekből, és mennyire szól bele az IE, állítólag annyira nem is szólt bele az IE, a bio, a, az Anten fejlesztésébe, és mennyire szól bele az üzleti politikájuk, hogy mennyire lassan csorgatják ezt a kontentet. Ezt a Őszinte leszek veletek, én úgy gondolom, hogy nincs nekik semmi a torssójukban. Tehát uh, most előre még megvan esetleg ez a, ez a pár hónap tervezve, uh, amit még úgy bele bele programoztak. Meglátjuk, hogy milyen lesz a Shaper Storm event, az hamarosan majd napvilágot kell lásson. De hogy őszinte legyek, azon túl már nem nagyon látom, hogy lenne fantáziájuk, hogy mit csináljanak ezzel a játékkal. Nagyon remélem, hogy nem így van. Uh, mert hogy egyszerűen Uh, azt indikálja az, hogy hogyan engedik ki a tartalmat. Ugye a legújabb frissítés óta érződik a minőségi jav javulás a játékon, ez tény. De például ott vannak az előzium csesztek, arról volt szó, hogy lesznek benne armor darabok. Na most kivették az armor darabokat, és beraktak valami minőségen aluli ilyen matricákat, amit rárakhatsz a, a, a de tényleg minőségen aluli. És érződik, hogy nagyon elsietett dizájnról volt szó, a dizájnerék nagyon elsietett munkájáról, csináltak, és végig gondolás nincs az egészben, eh, hogy, hogy mi lett, és utána még beraktak crafting materiáleket még az, ez, ezekben az Elysium Mi értelme van farmolni? Mi értelme van megint csak elmenni a végső bosszig, csak azért, hogy kinyissak egy valamiféle uh, fura ládát, amiből egy tényleg minőségén aluli item esik ki. Ja, de nem mondjuk semmit, mert hogy ez free. Hát nem free, mert kurusokat fizettem a játékért, uh, ugyebár. Szóval, Uh, akármit is csinálnak, inkább ne siessenek. Inkább ezt mondjam, mert ez most csak azért lett gyorsan belerakva a játékba, hogy egy kicsit mi befogjuk a szánkat, de uh, nem. Tehát, gémerek, már csináltam erről a videót, ugye a gémerek nem hülyék manapság, szóval minden szart nem lehet nekünk eladni, igaz? Srácok, um, ennyi lett volna. Minden esetre, nekem a core gameplay maga, a horse rendszer, a repülés, a világ az univerzumban van ez szerintem nagyon jó az antenben, és ebbe sok potenciál van, és remélem ebből táplálkozik, ezért is élvezek még játszani a játékkal, nem játszom már vele, mint egy core gamer, tehát nem feküdt Feküdtem rá, és reggeltől estig ezt tolom, mert hogy ez a kedvenc uh, gémem. Élvezem arról heti egyszer-kétszer hozzányúlok, és nagyon-nagyon-nagyon jól szórakozom. És úgy élvezetes az Antem. De ha azt akarom, hogy egy core gameplay valamiben belemerüljek, akkor vagy Warframe-ezen, vagy Division 2-vel játszom. Szóval az Antem pedig megmarad egyelőre casualnek, addig ameddig nem lesz benne annyi tartalom, hogy érdemes legyen core uh, játgamerként belemerülni uh, a dolgokba, srácok. Ennyi lett a videó, nagyon köszönöm a figyelmet, mert már eljutottatok a végéig. Uh, Iratkozzatok fel, nyomjatok rá a kérlek kapjatok értesítést a videóimról. Facebookon is megtaláltuk, ha van kérdéseket, kommenteket, mit gondoltok erről a cikkről, annak, aki elolvasta, annak is, aki nem. Uh, na mindegy, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!